Gyugyát a jobb oldalon, ez lehet, hogy Bronkhorstot egy kicsit meglepi. Jó a beszeléssel és ragyogó a csavarjel. Ez egy zseniális gól, szóval a kapitányt azért dicsérjük meg, hogy Gyugyákot áttette a jobb oldalra, ez egy zseniális húzás volt, mert érezte, hogy ott sebezhetőek a hollandok, és itt úgy nagy területet adtak, meg ki későn érnek oda. Fantasztikus gólt tett a Balázs, zseniális, ez egy világklasszis megoldás, hogy rátolja ellenfelére és föltekére a jobb felsőbe. Védhetetlen, azt nem lehet védeni, de hát egyébként játszik Balázs a jobb oldalon a klubjába, tehát van, mikor cserégeti a helyet, úgyhogy nem új dolog a nap alatt. 50-ről rálevisz Snyder a szabadrúgást, azért ez jócskán fölül. Igen, az első riogatás volt, azért bő egy méter, másfél méterre fölé ment, csak a jelzés értéke volt az elején a holland válogatottól. Nézzük, ez ott a köcspent középen. Hát nem volt annyira biztos ebben Fülöp, de szerencsére nem lett belőle aztán semmi. Aztán két játékos előtt is elmegy. Igen, hogyha beszélünk erről, akkor ugye a Köt lövésétől kezdődött az egész, és hát aztán úgy fejeződött, hogy majdnem gólt kaptunk. 19. perc, nézzük megint Köjt az, aki be tudja adni, ez majdnem végzetes hiba Fülöptől, a Van Bronckhorst megijed a lehetőségtől. Igen, hát ezt rosszul számolta ki Fülöp ennek a labdának az évét, de azért megjegyzem, hogy a beadás előtt azért szintebb oda kellett volna lépni a játékosra, a beadó játékosra. Itt meg figyeljék, megvan a labda Husztinak, aztán harcosabb Köjt, jó a visszaadott labda is. Van köztetek, ami a robbenes gólt lő. Ja, hát ez egy örök tanulság, hogy a labdaszerzés után nincs idő sokat várni és könnyebbnek lenni, mert visszatámadnak, mint ahogy Köjt is visszagurít, és hát ez ilyen robbenféle megoldás, a kamera mutatta is utána a kispadon robbent, mert ahogy lekészíti magának a gólszerző a bal lábára, onnantól kezdve már csak az a kérdés, hogy melyik sarokba fogja bombázni. Ott pont látja az elegendő helyet, hiába ugrik. Nagyot Fülöp. Ott van a robbenes gól. És akkor most tessenek figyelni. Itt Juhász fejéről bepattan a labda a hálóba. Azt hittük, hogy sajnos, hogy gól. Ők már tudja, hogy kifele ítél a játékot, és mutatja, hogy bizony itt kérem szépen az én mezemet fogta valaki. Kölcsönösen húzgálták egymás vancákkal. Tegyük azért hozzá, hogy már belefújt a játékot, amikor jött befelé a labda. Figyeljük megint Köjtöt, hát itt is most örülhetünk. Van Persie nem tudta kapura irányítani a fejest. Hát elment Van Köjt egy olyan labdáért, ami majdnem hogy kint volt az alapon, és rögtön belőtte élesen, és hát a tempóban jött idő játékostárs majdnem gólt szerzett, és itt megint jön az, amit majd a Sanyukon mondta a Zsuzsák film. Ugyanaz a labda, Torgelle. Kifelé irányult, de aztán menteni tudtak a védőt. Kopi a gól előtti pillanat, ugye átmegy innen Torgelőtől a labda a jobb oldalra, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen Balázs jól oldottam meg, talán belül kellett volna harcosabban érkezni erre a beadáson. Közelebb kellett volna lépni, a labda felé kellett volna mozogni Torgelőnek. Azt a tippa, hogy említettem is ilyen robbenes véde, de hát ugye a szép gólok ezek, meg jól látni, de nem nagyon örülök neki. Nézzük, Van Persie, ott van ez a Van Bronckhorst, és aki érkezik, Snyder. Tehát megint az a baj, igen, hogy itt a kiadott labdánál meg kell nézni, hogy mi védőnk hány méterre. Tehát ez egyszerűen innen most kell nézni. Befelé jön a szélső védőnk, az zavartalanul, tehát nem is kell gondolkodni, olyan könnyedén be tudnak passzolni, itt lehet jól látni. Sanyika, hadd jegyezzem meg, hogy a rövid sarkot ott a belső védőt megjárni kell. Simán. Ott a kapufánál nem jöhet be a lapos labda, mert ha fölötted eljön, rendben van. Úgy van, de hát eleve a szélső védő miért mozgott befelé? Na majd akkor erre mit fogtok mondani megint? Hát ez egy új gyakorlat. Teljesen úgy. Hát ez egy új, nem, ez egy gyakorlat, a tempópasszak, hát oda kell állni test közelbe mellé, mert ha megfut... A kapus? Hát,
most a kapus kiszolgáltatott helyzetben van egy jó, hát kivetődött volna, itt lehet most mindenkit hibáztatni, de maga a szituáció, kétszer úgy vernek meg minket 5 percen belül, hogy a bal oldalon egy tempopasszal, ember nincs a Van Bronckhorst közelében, nem ütközik le, a rövid sarkon nem zár senki, akkor csak ilyenek lehet. És ez? Robben? Iskolásból kis rövid szögletet, csinálnak ott alul, és a lövőre senki nem lép oda, tehát meg kell nézni. Innen lábban. Olyan terület van, még simán behozhatta, onnan, hát tessék, lássék, oda lépek. Meg koppanásra, mindig koppanásra értünk a labdához. És nem, csak belakunk blokkon, és ahelyett, hogy rárepülnénk az emberre. Csak hát hiába akarod keresztbe betenni a lábat, amit érsz vele. Hát a lája labda, aztán kicsavarodik. Hát ezek gyerekes dolgok, itt már összeestünk. Erre meg azt mondtad, Sanyi, ez egy magánszám. Nemrég állt be Élia. Úgy van. Meg kell nézni, mit csinál velünk. Én szerintem ez volt a legmegalázóbbból, amit kaptunk. De bármire kergetjük, én nem tudom, szóval ez azért nem működik. Én elhiszem, hogy szép dolog, majd Robbentől is látunk egy szólót, de nem tudom. Ezek el kéne rajta gondolkodni, megint itt van. Épp hogy odaérünk, itt elrepül, ugye a vérünk itt visszaveszi, majd itt kirepülünk az alaponalon túlra, aztán itt szépen egy kötényel elhosszúba. Nem vétette Fülöpe szerintem ez. Vétetetlen volt, elrúgta hosszúra neki. De magát a bozdulatsort kell nézni, tehát nem tudom. Aztán a kegyelemdöf és a 78. percben figyeljék, nem lőtte kapásból Robben, aztán ugyanúgy, mint Gyugyák, átcsavarja. Na, akkor már érezni lehetett a veszélyt, mikor nyugodtan, tisztán átvehette, és ahogy ritmust vált, ezt mondjuk egész tavasszal megcsodálhattuk tőle, hiszen rugdosta így a gólokat, nagyobb csapatok sem tudtak gátat szabni Robbennek, de hát ez egy zseniális dolog. Tehát ahogy a bal lábára veszi, ott már csöngetnek.